pincé. Ha bedobod a labdát, részlet abból az indulóból, amit a pécsi csörgőlabda csapatnak készített a Pannon Filharmonikusok zenekara. Az egyetem paraszakosztályában működő csapat kereste meg a zenészeket, hogy milyen jó lenne, ha a meccseik saját indulójukkal kezdődne. Ez megindított bennünket, mármint arra a gondolatra, hogy Kisszabolcs harsonaművészünk, aki egyébként kiváló muzsikákat is ír, ő készítsen egy indulót, ami egy ilyen 3 perces anyag, itt azért egy ilyen kicsit a komoly zenéből kiszakadó anyagot kell elképzelni, tehát dobszerkóval, de ugyanakkor nagy szimfonikus zenekarral, Szabolcs énekli ezt az anyagot, és hát a pécsi csörgőlabdások személyiségére épül, mert hogy nagyon sok időt töltöttünk együtt. A csörgőlabdások ellátogattak a zenekarhoz a Kodály központba, a muzsikusok pedig ellátogattak a mérkőzésükre. Ezek az élmények, a sport energiája és a hangok, mint közös alap segítettek megalkotni az indulót, mondja az igazgató. Megérintették a bútort, a falat, a hangszereket, megpróbálták megszólítani, megszólaltatni ezek a hangszereket. Mi elmentünk meccsre, megnéztük, hogy milyen is, amikor ők egy meccset játszanak, és hogyan érzékelik a hang alapján, hogyan tájékozódnak. Szóval sok-sok szál épült ki, és hát abban bízunk, hogy minden alkalommal, amikor ez a meccs elején megszólal ez a dal, ez a zenemű, ez arra inspirálja őket, hogy vállalni kell, hogy harcolni kell, hogy lehet győztesnek lenni minden élethelyzetből. Győzni kell, számítunk rá, Az együttműködésről, az indulóról a zenekar október 15-én a Fehér Bot Nemzetközi Világnapján tette közzé a Cél felé című érzékenyítő kisfilmjét, amelyből mi is bemutattunk néhány részletet. A csörgőlabdát egyébként a II. Világháború után találták ki a megvakult katonák rehabilitációjára, majd hamar az egész világon elterjedt. Magyarországon is már 50 éve játsszák. A labdában elhelyezett csörgő alapján kell a játékosoknak elkapni a játékszert, illetve megakadályozni, hogy az a kapuba jusson.